Sziasztok, Pala vagyok, és itt vagyunk egy újabb livestreammel, méghozzá nem másra jövök nektek, mint egy kis Minecraftozással így a délutáni órákra. Természetesen most se leszek egyedül, hogy pontosítsak, az egész csipet csapat itt lesz egy idő után, de jelenleg itt van velem Csíkbaró. Sziasztok! És valami nem jó a fénybeállításokkal nálam, úgyhogy most egy kicsit játszok, de úgy látom nem ezzel kell játszani, hanem hogy sok a fény, ám de rosszul van beállítva a kamera, vagy nem tudom, kis türelmet kérek, amíg én itt a chroma key-jel elbohóckodok. Azt mondja, hogy nagyjából így jó lesz, így ennyi. Na, úgyhogy csak annyi történt, hogy itt olyan fura lett. De most meg az háttérzizés, apa! Valaki nem készítette a ruházi feladatát. Mert nem gondoltam, hogy nekem ezért kell itt állítgatnom valamit, akármit, bármit. De leokézom, és utána ez izisedik be, nem értem. Mindegy. Nem frissített a Windows mostanában véletlenül. De mindegy, mindig minden frissít, és ezzel így állandóan szivatnak minket. Szia, jelszó, hello, hello. Mindegy, belevágunk, ahogy sikerül, sikerül. Nyilván nem a facecam-em a legfontosabb ebben az egész történetben. Csak azért nem értettem a dolgot, mert miért kell engem szivatolni. Mindegy. Attól még betöltünk a játékbe. Csíkbaró alig várja, hogy bányásszon? Nyilván élete legfontosabb dolga ez, hogy a Csíkbaró bányászhasson. Bár van bányagéped, de majd melyik lesz több megütöm? Is nyilván. Hát a jelszó természetesen. Új jelszó lesz belőle. Jelszót váltak? Igen, tegnap éjszaka beállítottunk fegyvesel 3 bányagépet. Reggel kiemelkedő hangulat volt, megemelkedett egy fél domboldal, mert elfelejtettünk rá tetőt húzni, és akkor átrobbant, mint ide az ólajtó, úgyhogy 3 bányagép ment a levesbe, 3, hogy hívják, a generátorról. Jó. Drága buli volt, ezt elfelejtettük. Előtte egy teszkört lefutattunk a sivatagba, ott nem esett az eső, az nagyon hatékony volt. Úgyhogy... Hát, ilyen van. Fenyves nem tudja, úgyhogy áramkörgyártása lesz a késő délutáni program, úgy látom, live után, úgyhogy nagyon... Oké, okay, jó, hát van ilyen. Van ilyen, bon ilyen, na... Nem baj, később úgyis fogunk még más is robbantani, úgyhogy eddig ez viszi a lesz itt, jó, hát több is veszett Mohácsnál, hát, persze. Több is, csak nyersanyagunk sincs nagyon, úgyhogy ha nagyon szeretnék kraftolni, tudok szolgálni fával és kővel. Nagyon ügyes. A fiatal tavaszi érce mostanában felnőtt és elkezdett tolni. Ugyanolyan vagy, mint az itthoni tyúkém, az a kis kot, már csak a kotkodálásod hiányzik. Vagy jelzett, hogy megtoltál, hogy boldog vagy. Nagyon jó. Teljesen autentikus, tudok neked egy nagyon jó kis fűtött helyet térre. Jó nekem. Ellátmánnyal is van annyi kakas, hogy ne unatkozzál. Da jó. Na, azt nézem, hogy itt a küldés sornál milyen erőszakot akar velünk venni. A vibrantalój az mennyire kell nekünk? Hát később nagyon fog kelleni, liquid formában. Nem később, formába. Most. Hát, hogy mondjam, ez nézőpont kérdése, de én az Ender IO felé szeretnék majd egy kicsit elmenni, ahhoz majd kell, de más folyamatoknál is szükségünk lesz rá. Nem, mert azért kérdezem, hogy mennyire mehetünk az űrhajózás felé, vagy nem? Hát, sok minden hiányzik az űrhajóhoz, de... Hát most nyilván, de tehát, hogyha nem haladunk felé, tehát érted? Jövök, ide jöttem. Eddig itt tartunk. Nagyon jó eddig vagy. Eddig ennyi van, ez olyan két a termése, úgyhogy van... Nem, azt nézem, hogy ebből a gunpowderből, vagy most nyomtam egy U betűt, és erre belagolt a Minecraft, hogy
Hogyan fogunk tudni homokóra? Igen, na szóval, ugye van a shape crafting, abban mindenféle ilyen furasságok. Ez mi a tököm? Adventure backpack, meg így, jó, oké. Meg lehet belőle amút is csinálni, nagyon fontos. Lehet belőle fura blokkokat csinálni, jó, tűzi játékokat. Néhány potion, ahogy elnézem. Crucible-be duplázható tűz és perdíció aspektussal egyébként. Lehet belőle csinálni glowstone-t, meg valami witcheris genyót. Jó, oké, első lépés. Szereztünk a múltkor reedet. Nem akarjuk átültetni a gólemeknél a reedet? A megerőszakolós növényt átültethetjük, hát... csak akkor kellene, tudod mit, legyen egy ilyen kotonos kör. Milyen kör? Hát a gyapot. A fonál. Kotonos? Mert ugye azt beszéltük, hogy elméletek azt is le tudják karakni. Mert az a probléma, hogyha beteszel neki egyfajt, tehát vegyesben nem tudnak termelni, vagy ezt termelik, miért vagy ne tudnának? Azt. Miért ne tudnának vegyesbe termelni? Hát kipróbáltam, levetettem pár darab növényt, amire nekem szükségem csak annyi történik, van, akkor... annyi történik, hogy a kis hülyék ugye a szídes helyre viszik a cuccot, és a szídnél most jelenleg egy item translokátor ugye szűrés nélkül visz át mindent. Ha belerakunk egy filtert, akkor elvileg beleférne az is, hogy ide a koton gyűlne. Nem kell belefiltert. Hát... Tehát úgymond igen, le tudom válogatni, tehát nem az a probléma, nem érted, tehát a gólemeidet akkor erre még nem használtad. Gyere be! Mert tehát annyit csináltam, igen. Hogy itt kijelöltem neki 8 darab cukkini növényt, és az egész cukkini lett végül. Tehát lecserélték a... Tehát pár magyarom maradt, és az majdnem minden cukkini lett. Tehát nem tudja azt, hogy az adott növényt olyan, mint a kiütés, kézzel visszaültetni. De nem mindig úgy, tehát most egyfajtát ültet, mert egyfajtája van. De ő nem szüretel, hanem kiüt és visszaült. Tehát csak ezt a valószínűleg nem látod. Mert a mindenhol cukkini, hogy a francba lett volna, hogyha csak 8 helyre ültettem. Ja, hogy elkezdett, de nem baj, de hát hogyha kell koton, hát terjeszkedjen a koton is tőlem, aztán hát hogyha arra van szükség. Magyarul most van elég a dobozba, aztán néha igazítunk rajta, van, nem? Van, hát hogy mondjam, szoktunk leüríteni belőle a szídlóimat. Tehát hogyha azt mondod, hogy akkor hozzá kotont és csapd át őket egy részét kotonra nyugodtan, csak válogassuk le. Az item translokátor, gondolom, a filterbe, ha belerakok egy darab mogyorót, akkor az annyi, persze, ugye? Persze, tehát az nincs túl bonyolítva. Jó, azért kérdeztem, hogy akkor én ide belerakom az item filterbe a mogyit, azt akkor ezért csak mogyit rak át, a maradékot meg ezért bedobálja a dobozba, onnan meg majd néha ki kell szedegetni, de szerintem az még mindig jobb, mint kézzel csinálni. Tehát hadd dolgozzanak nekünk itt a gólemek, ha már vannak. Na most, de egyébként tudunk csinálni ezért is, akár még egy adag gólemet, mert igazából most már látjuk, hogy működik, tehát igazából véve meg tudjuk azt csinálni, hogy csinálunk egy másik üvegházat a gólemeknek. Nem? Nem kell, szerintem ez most így elegendő, tehát figyelj, később maximum megoldjuk máshogy, mert... Nem, jó, hát mindenféle, de ezerféle megoldás van, csak azt mondom, hogy... Ha szeretnél vele fanolni, akkor oké, csak mondjuk... Hát én el vagyok vele, tehát hogy egyébként ugye a gólemeket előállítani nem túl drága, egyedül az arató gólemnek a magja az, ami egy infusion crafting, az összes többi az csak ilyen tötymörgés idézőjelbe, tehát nem egy nagy kaland. Nem drága, tehát hogy eszenciákat kell, de azokat meg már ott a pincébe elég jól megcsináltuk. Tehát hogy azért mondom, hogy most itt néhány eszenciát lehet, hogy le kell főzni a gólemek miatt, de nem esünk kétségbe. Nem tudom, figyelj, én inkább úgy vagyok, hogy hosszabb távon több kisebb fan GPS-ítve úgy, ami fel van turbozva. Hát locsolva meg az összes extrával, tehát hogy pár darab, mert ugye... Hogy mondjam, néztem bizonyos
Tehát most úgy néz ki, hogy kősóból rengetegre van szükség, rengetegre lesz szükségünk. Hogyha méhecskével akarunk... De meg azt is lehet aratni, nem? Tessék. Hű, de teremnek azok a gyapotok a víz alatt. Igen, tehát látom, megoldható, hogy... csak ugye... Tehát nekem a gólemmel az a probléma, hogy pici a terület. Tehát picit tud learatni effektíve. Hát értem én, de hát hogyha 8 gól, tehát hogy ennek meg nincs fogyasztása, érted? Tehát egyszer megcsinálom a gólemet, az csá. Jó, van ahogy gondolod, de nem tudom, tehát... most hogyha űrhajó fele akarsz elmenni, akkor most nem tartom a legjobb ötletnek a gólemezést. De az űrhajóhoz, hogyha kell a string, akkor várjál, alszok egyet közben. Most mi van, most lagoltam egyet? Beszarok. Időnként belagolok én is, tehát mindenki. Szóval a űrhajóhoz önmagában, ha kell a string, kell a string. Érted? Meg a string amúgy is. Tehát, hogy így sok mindenhez kell az. Igen, de csak egy idő után a string is máshogy lesz megoldva. Tehát több... Várjál, mert most a rakétát nézem, hogy a rakétához önmagában mondjuk nem a string lett, vagy ahhoz kellett, a TNT-hez kellett a string. Hát a puskaporos hordóhoz kell a string. Puskaporos hordó... Várjál, mert a puskaport még nem tudtam végignézni, hogy mit lehet belőle és mivel csinálni. Distillery, kettle... Alkímia... Tehát ez a sima shaped craftingban van ugye, ahogy hívják, ott a sima crafting day-ből alatt nekem a harmadik oldalra adja ki a puskaporos hordó. Shaped crafting puskaporos hordót ad ki neked? Mm-hmm. Én nem látok puskaporos hordót. Shaped, vagy shape lesz? Shaped. Shaped. Harmadik oldal. Őszinte leszek. Itt kis puskapor, nagy puskapor, lőszerek, ammó, de puskaporos hordót nem. Mi a neve a puskaporos hordónak? Powder barrel. Tehát a... Tehát az, puskaporos hordó. Der... Ba... Tényleg? Én nekem a powder barrel ki se dobja. Ez valami méhecskés szó? Nem, ez sima craftolós, tehát ez egy alap Minecraftos crafting. Hát? Egybe? Külön? Egybe van. P-O-W-D-E-R. Aha, powder barrel, igen, és ez mit tud? Hát ezzel lehet majd lapítani a gépbe. A lapokat, tehát a kompresszáláshoz ezt kellett a puskaport. Tehát ez az egyik opció, ami most olcsó. Ja, értem, hogy az implosion kompresszorba került ebbe. Igen, igen, ebből, hogy sok. Ja, és akkor nincsen, kurva sok kell, de hát ilyen... Aha, erre ráállíthatunk, erre csináltunk egy mini üzemet kb. Ahogy elnézem a mennyiségeket. Hogy itt ez a powder barrel, ez ebből, ahogy elnézem, a 16-ossával fog jelni. Igen. Meg 4-es. Jó, tehát erre egy mini üzem kell. És... hát tulajdonképpen a wood planket kell legyártani, egy autocrafting, valami autocraftert kell találni. Az legyártja a stringeket is. Nem veszélyes gyártósor, csak... nem férne bele az inventoriba, annyi kell belőle. Hát annyi, de nem probléma, tehát a wooden plank az durvának tűnhet, de ugye a fofarmot termelünk ugye a wooden pulpot, tehát ez melléktermékként, van belőle pár százezer darab, tehát nem probléma. Ami kompresszorba. Nem, assemblerben, mert a kompresszoros téma az nem annyira hatékony. Ha... Ja, látom az assemblerbe, de abban meg ragasztó. Igen, de a ragasztó meg ugye a gumifeldolgozás során keletkezik, tehát abból most annyi van, hogy nem tudjuk hova tenni. Tehát, hogy mondjam? Ich weiß. Tehát van mindenünk, csak mindent össze kell tenni. A string mennyisége, hát az meg nem olyan rohadt vészes, de hogyha az sok mindenből meg tudjuk oldani, hogyha hirtelen kell, mert a... Értem, tehát akkor alapvetően ez a wood pulpunk adott, az adott, tehát kell egy low voltage assembler a ezéhez.
És mi hú, van valami autocrafterünk? Hát... lassú, van a gépiesítettek, meg nagyon drágák. Ender Ios crafter, az nem olcsó. Meg az, az energiát zabálnod dögivel, de... tehát hogy mondjam, tehát hogyha kell figyelj, ezt én még kézzel is le tudok neked craftolni ebből 10 000-et, mert nem, tehát nem probléma. Hát na jó, de hát akkor nem kell gépsor rá tulajdonképpen, akkor csak a stringet kell legyártani, mert akkor a ragasztóval elassemblerget ott. Hát csak igen, így... tehát annyi, hogy rákötünk egy assemblerre, vagy a HV-sra rákötünk egy, hogy hívják ott, egy... mert elvére látok assemblert a Gregtekben. Tankot, meg rákötünk egy, hogy hívják ott a wooden pulpos cuccot, az kész, az a szépen eldolgozgat, utána meg ugye ott van fönn a forestry craftingos cucc, azzal össze tudom craftolni. Tehát nem kell nekem kézzel bepakolni egyenként a recepteket, hanem csak be kell hányni annak az inventoriába, azt akkor kész. Jó, de ahhoz sok string kell, értem. Hát kell string, de hát... Jó, de hát az elvileg... Nézd meg, hogy már gyártják-e az alapanyagodat. Hol? Vagy hogy? Hát a gólemek ott elvileg voltam most lenn, hát a... még most aratgatnak, meg nő a növény. Most jöttem föl onnan. De... A növény az úgy nő, mint a gomba, hallod-e? Hát igen. Hát az ott azért úgy nő. Hát már van 36 koton, és eltelt, mit tudom én, 6 perc. Igen, meg ugye már üttet a végén, le fogja cserélni nagyjából a magyarót majdnem. Teljesen. De nem baj az, hát itt cserélgethetőek a növények bőven, nem? Persze. Tehát, hogy azért ezek itt automatikusan eldolgoznak neked. Tehát vettem egy sandout. Jó, hát... Oké, akkor az Implosion Craftingnak a gépét kéne megcsinálni, ha jól sejtem. Az egyik oldalon rengeteg ilyen lapítási műveletünk van. Ha jól sejtem, akkor a rakétának a lapítási műveleteit azt el lehet kezdeni, mert abból azért kell csinálni, ha nem is mondom, hogy végtelen, de sokat. Hogy ez a Heavy Duty Alloy Ingot Tier 1, ezeket kell ugye bekészítgetnünk. És ehhez kellenek a Compressed Bronze Plate, Aluminium és Steel Plate. Tehát a bronz, alumínium, acél zabálás az így meg lesz. És utána High Voltage-on kell rozsdamentes, olvasztott rozsdamentes acéllal egy assemblert kb. Ráállítani a történetre. Mert itt a mennyiségek olyanok lesznek, hogy hűha. De annyira nem visszaszámolgatom. Nem mondom, hogy rettenetes, de azért meg kell csinálni. Annyi, hogy a copperből nagyon csehül állunk, úgyhogy tegnap azt kezdtük bányászni, abból nincs sok. Tehát... jó, hát igen, látom, 2 stack van itt. Tehát a bronzos téma, tehát hogy mondjam, hogyha szeretnéd jó, elkezdeni ezt az egész obbelebancot, a bronzot hagyjuk a legvégére, mert mire a többivel végzünk, addigra lesz az is. Tehát... jó, de hát... fölcsesztem magam, mondom, és hogy... a copper méhecskének neki fogok esni, mert szeretek bányászni, de 60 000 fajtából nem tudok ilyen mennyiséget már kézzel kitermelni. Tehát nem akarok NU24-be kézzel bányászni, köszönöm. Most már tényleg. Ezt megértem, és nincs is ezzel probléma. Mi az Implosion Compressor a neve? Ez multiblokkos? Biztos, hogy az. 3x3x3-as. Oké. Okay. És 30 EU per tickkel robbangad magába. Azt mondja, hogy Meteoric Iron Plate-et is annyival csinálja. A Dash Plate-et is 30 EU per tickkel csinálja. Az alumínium plétet Industrial TNT-vel is annyiból. Alapvetően minden recept 30 EU per tick. Csak nem. Nem egy vészes szúztat. Nem ott... Nem, azt nézem, hogy low voltage-ra kell a multiblokkot megcsinálni, tehát hogy
Minden receptje 30 EU percig, tök mindegy, mit nézek. Igen, azért mondom, hogy az, tehát ebben az egész dologban nem az a probléma, hogy azzal a gépen majd neked meg kell csinálni, hanem amíg odaig eljutsz, hogy mindent összeszedsz hozzá. Reinforced stone kell bele. Solid steel machine casing. A három advanced áramkör. Meg gold cable. Oké, hát az a solid machine casing az lecraftolható így is, úgy is, amúgy is, jó. És a reinforced izé, az nedves beton, acélkerettel, kémiai fürdő, van kémiai? Van kémiai fürdőn. UV-n. Az acélkeret az meg assemblerben 4 acélrúd 4-es programon. És 3 ilyet kell csinálni. Jó, mennyi advanced áramkörünk van? Advanced áramkör van még 8, azt se kell lecraftolni. Maga a gép elkészíthető. Tehát a magát a gépet el tudjuk készíteni, az a kisebbik probléma. Itt a kérdés az az lesz, hogy mennyi robbanóanyagot tudunk előállítani majd. El tudjuk készíteni azt a gépet, tehát igazából elkezdhetjük, jó, megcsináljuk a multiblokkos gépet akkor? Hát nekikezdhetünk, bár ugye nem számoltuk végig, hogy megvan-e hozzá minden alapanyagunk, úgyhogy nem tudom. Tehát elkezdjük és addig jutunk, ameddig jutunk vele, hát nem tudom. Tehát, hát nyilván. Ugye a fenyvessel a vegyipari részt kezdtük el beszélgetni, mert bizonyos dolgokhoz majd ugye pár ilyen vegyipari dolgot le kell tenni, ami már ugye tolódik egy hónapja. Tehát ugye egyeztetés alatt mindig volt, csak egyszerűen nem jutottunk el odáig, mert nem volt fenyves. Általában vagy meg késő. Nem volt elég kezünk, lábunk, vagy később csatlakozott, de úgy, hogy... Ma is jön később, mert mondta, hogy 3 körül jön. Oké. Okay. Tehát, hogy... Jó, hát én itt akkor csinálok. MV-s gép még annyira ne nagyon, ha lehet, hanem inkább a HV-sokat erőltes, mert a gőzet azt most indítottam be. És ugye annak kell sajnos idő, mire... készen létbe helyezi magát. Jobban mondva, használható állapotba kerül. Jó, acélt tettem be sülni hasztekket, az ugye 6 másodpercenként ki tud egy sülni, szóval az nagy tételbe pillanatok alatt keletkezik. Jó, 4-es programba steel rod. Kezdjük azzal, hogy kellenek ezek az acélkeretek. Megvan a 3 darab acélkeret. Wet concrete, az a nedves beton, azt te kevertél a múltkor, kevertem, ugye? Kevertem, de nem tudom, hogy van a melyik a kemikábász? Nem kell sok egyébként. Itt van. Igaz. Igen, csak ebbe kéne belerakni, mindjárt mondom, mennyire kevés. Szóval 144 literből háromszor, három kapszulányi. Az... Várja, melyik három? Tehát az 1000-esről beszélünk, vagy a 32-esről? Mit értünk abszolút alatt nálad? Hát a wet konkrétból 144 liter. Igen. Tehát 144 per ezer, tehát 144 ezred. Kell egy szó. Kell egyhez, és három darabot kell csinálnom. Csak... Magyarul vasbeton csinálom. Csak három darabot? Három darab, igen. Most ehhez a kompresszorhoz. Nem tudom, hogy a többi blokk miből van, mert na nem igen, néztem. Igen, biztos, hogy több kell, tehát akkor azt nézd meg, de van. Tehát hogy mondjam, van, ha így literbe számolunk, van 30-10 liter. Solid steel machine casing. Azt mondja, hogy... solid steel machine casing. Ami assemblerbe készül, ahhoz nem kell beton. Szerintem 3 darab kell. 3 darab ilyen izék kell, a controller blokkba van 3 darab ilyen vasbeton, a többi az nem macera. Tehát azért mondom, hogy kell bele 3x144 liter nedves beton, és lefut magától ez a vasbeton projekt, a többi része az utána kivitelezhető,
Azt nézem, hogy majd még fogok csinálni egy ilyen steel frame-et, meg steel plate-t, azt összerakom a közepét is, és pikpak meg is van a közepe. Aztán nekiállunk a többi blokknak, nyilván, mert a multiblokkban van kimenet, bemenet, átmenet, rámenet, összemenet, szétmenet. Minek kell a magyaró? Abból lesz a seed oil egyébként. Lemaradtál a korábbi adásról, közben nézem itt, hogy ezért. Majd lesz holdra szállás egyszer. Itt készül, a seed oil ebbe a vödörbe készül, itt a magyarót egy fluid extraktorral dolgozzuk föl, de már van megerőszakolós növényünk, viszont most jelenleg az autofarmba elkezdtük termelni a gyapotot, amit a gólemek csinálnak nekünk azért, hogy legyen string belőle. Mert több fonára van szükségünk, nem veszett mennyiség, de nem akarjuk kézzel csinálni. Teljes egészében. Sikerült már ilyen nedves betont hoznod? Van, tehát itt számolgattál, elkészítettem a másikat, mondom 31 ezer liter van nálam, ha így az számol. Elég lesz egy pár kilométerre, most jelenleg erre a Oké, elég lesz, bőven elég lesz. Nekem abból a blokkból kell 3. Nem, csak meglepődtem, mert ugye azt hittem, hogy ebből a vacakból többet kér, mert furi, hogy nem. Hát egyelőre én úgy látom, hogy nem. Úgyhogy ez tényleg ennyi volt. Azért mondom, hogy nem tűnik atomfizikának a dolog. A 1, 2, 4 ebből jelenleg. Aztán majd acélból többet fog enni a fiú, de... Igen, azért mondtam, hogy tettem be egy kicsit sülni, úgyhogy... Azt mondja, hogy assemblerben lóvoltikon program nélkül. Csak mondtam, hogy ne nélkül. Ezt a gépet, mert nem lesz áram. Tehát, hogyha ezekkel neki az dolgozni, nem fog addig felfitteni a rendszer, a HV-s vonalat használjuk. Jó, akkor elvittem minden az acéllapot, és... HV-s assembling machine. 4-es program, csináljál nekem egy steel rodot. Ez már dobozol? Hogy hol van most a cuccom? Alulról szívja ki és fölülre nyomja. Tehát alulról beszív, fölül kinyomja. De nekem ja, hogy fönt a tetején? Oké. Okay. Igen, fenyves így okay. Kérte, de mindegy. Mindegy, ez olyan hülye. Jó, mindegy, megvan a középső dobozom és áramkör is megvan, szerintem így nagyjából az implosion kompresszornak a közepe megvan, jelentem. Ez a robbanós kompresszor multiblock controller megvan, és akkor nézem, hogy kell neki casing scheme explosion warning signs, nem akarom. Energy maintenance muffler kipufogója van, input bus, output bus. Jó, tehát karbantartós, energiabemenetes, de low voltage az egész. Oké, okay, solid steel machine casing a következő, ebből kell kb. 24-et. Solid steel machine casing a neve, ami assemblerben rohadt sok acél, meg acéllap, jó. Azt mondja, hogy... igen? Az Electric Jetpack küldi meg? Van, királyak vagyunk. Hogy lett meg? Hát gondolom a kezedbe vettél egyet. Én nem. Akkor nem tudom. Mindegy, én most az enyémet azért feltöltöm, ha már így figyelmeztet. Szia fenyves, hogy ne lenne neked hely az adásba? Hát itt várunk téged. Nem vetted le a szervernek a létszámát 2-re? Visszamaradt 3? De, abszolút, nyilván. Aki késik, lemaradt fenyves. Oké. Okay. Háló. Szavasz. Milyen háló? Világ. Világ. Világháló? Aha. Jó van. Hű. Azt mondja, hogy extruder, igen, csinálunk egy adag rodot. Miért fölfelé pakol, azt nem értem. Hát, így egyszerű volt megoldani, összviszennyi. De nem logikus. De föntről is úgy lefele pakolni fenyves, és azt mondtam neked tegnap. Akkor majd
átállítom az összeset úgy akkor. Megeszem az összes acélt is. Fenyves, gyere már, mert itt van valami rozsdávi baktérium, ezt ki kéne innen takarítani. Nem csak rozsdát eszek, eszek én alumíniumot, rezet, bronzot, tint, mindent. Igen. Amit megcsinálunk, ez megeszi az összeset. Én mindenevő baktériummal alakultam át, fiúk. Hallottad Fenyves a live elejét? Nem, mert lemerült a telefonom. Kár érte, akkor kihagytad. A három bányagép felrobbant az éjszaka folyamán, úgyhogy... Tényleg? Igen, elfelejtettünk tetőt húzni a feje fölé, amikor feljöttem esett, hiába aludtam, csak egy rohadt nagy robbanás. Úgyhogy minden oda. Tehát elszállt a három gép, elszállt a három combustion generátor, elszálltak a chestek, úgyhogy nulláról minden. Úgyhogy ilyen jó hírrel tudlak fogadni, úgyhogy a gondod le is léphetsz. Figyelj, én is robbantottam már fel egy-két dolgot, bár ez hát most... ez most nagy volt, ez közösen sikerült. Jó, mindannyian, ezt mindannyian hoztunk már össze, ebben csinálunk ügyet. Ez most jelenleg fáj, de... Ez fáj, de ez megerősít. Van. Afelé, hogy nyomj egy ízképet. Na. Mit akarunk jelenleg legyártani? Csináljuk a multiblokkos implosion robbantót, közben a csíkbaró leültetett gyapotot a gólemeknél, hogy csináljon stringet és abból robbanóanyagot, és a low voltage robbantó gépet akarjuk megcsinálni, mert ugye az az egyik alapja az űrhajónak. És már az űrhajó felé araszolunk, nem fogjuk ma megcsinálni. Biztos vagy. Ez nincs elég kezünk. De rajta vagyunk az ügyön. És én jelenleg Solid Steel Machine Casinget csinálok, amihez végtelen mennyiségű ilyen acél, a Steel Frame Boxból mennyit írt a multiblokkra? Hőli 24-et. 24-et kell maximum csinálni, megcsinálom. És 6x24 az mennyi? 150 körül van. 120... 140. Nem matematikusan? Ezt miből számoltam ki, ugye? Jó van. Addig én folytatom a projektemet. A desztilláló torony előkészítését neked. De... Ja. Mert... Az is fog kelleni nekünk. Nem... Mert most így nem igazán tudok neked segíteni ebben. Hogy a viharban ne szerezzél rezet? Volt rezünk. Hol? Mikor? Én felléptem a szerverre és két stack volt a falba. Hát... Ez egy nagyon kalandos történet, három bányagépről, három combustion generátorról. Folytassam tovább, vagy megelégszel ennyivel? Mi készültünk, csak az első keresztbe húsz a számításaink. De van amúgy valatott körülbelül 15 vagy 20 teknyi rész van. Csak ugye még most szedtem ki a feldolgozóból, szóval van némi rész. Tehát konkrétan ebből a keretből, ha 20-a küldi, akkor az meg kell legyen. De nem látom, hogy meg lenne. Hol talán ezt a küldit? Van más is a küldi. Multiblokkos küldi? Igen, a multiblokkosban van. Multiblokk, és azon belül melyik? Mert én most így hirtelen... Hirtelen keresem, hogy melyik az. Compress, az a neve. És már kész van a 80-as szám, mondjuk így. Nem jó, mert... De helyileg próbálom belőni, nagyjából tudod. Középtájon van. És villog. Compress, Older Things. Igen. Ott van, hogy Solid Steel Machine Casing, de már késznek nyilvánította egyébként. Itt. Nem is értem. Igen, furin van megoldva.
Mindegy, megcsinálod, megcsinálod majd a... Tehát elkezdesz powder barreleket gyártani? Mhm. Már a ragasztós téma az lassacskán megy, meg ugye volt is valamennyi még korábbról. Hát én azért mondom, hogy így... Jó, ennyi acél már nem fog kelleni talán. Ide még behányok neki egy kis acélt lapítani, és mindjárt készen van a Solid Steel Machine casingünk is. Igazából, ha jól vettem ki, akkor 17 darab ilyen acél lap kell még, és akkor elkészül a 24 darab, ami a maximum, ami kell neki. És akkor utána lehet... Mindig szivatnak ezek a lapok engem. Dolgozzá! Oké, megvan a 24 darab Solid Steel Machine Casing, az Implosion. Oké, kell Low Voltage, tehát kell Maintenance, Energy, Muffler, Input Bus, Output Bus. Jó, minden Low Voltage-on. Mennyi Low Voltage áramkörünk van tartsiba? Nagy kérdés. Kettő. Az kettő darab Low Voltage áramkör? Több az van. No good. Szóval, hogy több van a másik ládában. Jó, hát itt... Még van. Jó, jövök oda. Szépen másfél, majdnem késztek. Ezt elvittem, ezt a kis 19 darabot innen, az ezzel elleszek egy darabig most. Na, akkor azt mondja, hogy kell egy muffler. Az a kérdés, hogy az assembler kell-e még neked mostanában egy olyan fél órán keresztül, ne. Mert akkor beteszem a dolgokat feldolgozni, és az időt lesz. Hát mindennek van olcsóbb receptje assemblerre. De nem muszáj azt használnunk. Hát mondjuk itt nem annyival drágábbak a ezé receptek. A médiumot most nem jó valamelyik rétök? Te most mit csinálsz, fenyves? Én? Vizet. Vizet nem tudok neked adni, emiatt inkább fejlesztem a bázist. Nem, légy szíves, csináljál nekem, akkor mondom. Egy darab bronze fluid pipe-ot 2400 liter per másodperc kereshetsz is. Normál bronz? Normálnak tűnik nekem, azért mondom, hogy... Mert én csinálok egy low voltage machine hult, majd hogyha lesz a céllapom. Ami itt lesz valahol a... itt. Acélt kell lapítanunk ezeknek a low voltage-osoknak, úgyhogy beüzemelem a bendinget. Kell csinálni egy kis bronzot akkor. Lehet, hogy van. Nem találkoztam vele. Akkor lehet, hogy nincs. Egy darab low voltage. Izé, oké, akkor a mufflerhez majd lesz. És csak itt van alul a popper, abból mehet a bronz, meg még hoz a poppert. A falból kivettem 12-t, gondoltam az annyira. Oké, csak ugye majd azt lapítani is kell, tehát ugye a... kell majd a robbantósba is a bronz, mert a... Jó, jó, az hogy... egyik rész ugye a bronz lap lesz. Jó, és akkor... Ja, nem tud sok bronz csinálni, ez tény. Jó, low voltage machine hullból csinálok többet, miért ne? Jó, a muffler hatchhez már csak az az egy darab bronze fluid pipe hiányzik. Már készül is. Addig én elmegyek táplálkozni. Ha berakom egy imán, a craftor team manchesbe, az úgy jó? Perfekt. Pont van is neki hely. Prezentáltam okay, neked a... Oké, low voltage muffler, egy darabot elkészítünk, kész. Aztán a következő, a multiblockban Energy Hatch. Energy Hatch. Az összes receptje egyébként low voltage 30 EU per tick. Van egy madaram, bassza meg, és imádja a fényemet. Egyem az uzádat, hogy nem... Áj, de utálom az ilyet. Energy Hatch LV... Nem tudom így csinálni.
LV Energy Hatch, Greg Tekes azt mondja, hogy mi ez? Ő a fenyves, itt vagy? Itt vagyok. Csináljál légy szíves gumírozott tinkábelből egy fél stackkel, meg két lubrikánt szelt, addig én low voltage coilon dolgozok, ami mágneses vasrúd, meg fine steel wire. Oké, fine steel az itt van, az jó.